Sziasztok! A mai videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan lehet elkészíteni egy ilyen filmszerű plakátot, amit esetleg ti vagytok rajta, azzal is így jól le lehet szórokozni, és tök jól fog kinézni. Két képre lesz hozzá szükségünk, egy általatok kiválasztott háttérre, attól függ milyen hangulatot akartok, és egy kép, ami rólatok készült. Remélhetőleg jobban néztek ki nálam, ez majd jelentősen javítani fogja az összképet. Amikor magatokról csináljátok a képet, ajánlom, vegyétek figyelembe azt, hogy egy aránylag egyszínű háttér elé álljatok, mit tudom én, ez egy fehér fal legyen, mint nálam is. Ez azért jó, mert hogyha kevésbé ért az ember a Photoshophoz, úgy mint én, akkor egy viszonylag egyszerű módszerrel ki lehet vágni a karaktert. Ez pedig úgy lehet, hogy először is ezt a backgroundot duplikáljátok. Ezt kitörlitek. És ezt a toolt használom, ezt a Quick Selection Tool. Balagérgomb folyamatos letart lenyomásával, bocsánat, mindig végighúzzatok a karakter szélén. Így, ki is jelölte gyorsan, ezért jó, hogyha nagyobb a színeltérés, ugye. Itt középen, vagyis itt a kezemnél, meg a káromnál, meg itt a ink galériánál lehet látni egy kicsit, hogy ott nem jelölte ki, mert arra majd van egy technika. Miután kijelöltük a karaktert, nyomunk Ctrl-Shift-I betű, így, aztán nagyon speciális mozdulatokkal rálépünk a radírra, felhúzzuk hatalmas méretre is, kitöröljük a hátteret. Ennyi. Majd visszalépünk erre a Quick Selection Tool-ra és Deselect. Jó. Ezek után áthúzzuk a képet a háttérbe, ahova szeretnék rakni. Csak egy kicsit baszott nagy a felbontásom. Nem szarra gurigázok. Ja, ezt úgy lehet méretezni, hogyha esetleg ti is így jártok, hogy fogjátok a Shift billentyűt, és itt a sarkánál megfogjátok. Azért kell a Shift-et nyomni, hogy megtartsa a kép arányt. Így. Ja. Hát ezt majd még ezen kicsinyíteni kell. Ctrl-T, úgy. Tudom én ekkorára. Ja nem, mert még... Hát ez így. Jó, legyen így. Ugye, ha közelebb megyünk, rázumulunk, azért észrevehető, hogy a kivágás nem teljes mértékben tökéletes. Tehát ilyen fehér csík ott van. Hát ezeket is le kell majd szedni. Mert rá fogunk tenni utólag egy olyan effektet, ami ezen még erősít is, úgyhogy ezt nagyon szépen ki kell szedni ahhoz, hogy jó legyen. A következő egyszerű technikával tehetjük ezt meg. A radírra rámegyünk, és a background... tehát ez a háttér radír, nem tudom kiejteni angolul, tehát nem is próbálkozok vele. Ezt a radírt fogjuk használni. Ami úgy működik, hogy a radír közepén van ez a plusz jel, amely pixelre rávisszük, akkor azt a szint kijelöli, és csak azt fogja letörölni. Itt lehet állítani, hogy mennyire legyen toleráns a színkülönbségekre. Minél kisebbre állítjuk, annál jobban csak azt az egy szint fogja kitörölni. Minél nagyobbra, annál több szint fog kitörölni. Ezt majd így ki kell tapasztalni. Itt fogtok, ráklikkeltek. És látjátok, kiszedi. És tényleg semmi fehér ne legyen, meg semmi olyan, ami a régi háttér színéből látszódik, mert utána egy effekt nagyon fel fogja erősíteni a hibákat. Viszont szükséges használni, azaz. Akkor ezt el kell végezni, ezt a finomítás műveletet. Miután helyel közel végeztünk a művelettel, egy effektet rátehetünk a kivágott karakterre szerintem, ami kicsit javít rajta, méghozzá az ilyeneknél, amit ott lehet látni, a köcsög gallérnál. Sharpen Edge. És így mindenhol egy kicsit így le sarkította. Tehát ilyen volt előtte, ilyen, és ez lett. Ott lehet látni itt. Szerintem így jobb. Ezek után jöhetnek azok a tipikus mozi filmszerű fények, amely az egésznek a szívét adja. Ctrl-Shift-N, ez egy új layer. Aztán még egyet, Ctrl-Shift-N. Az egyik layert berakjuk ide. Ez lesz mögöttem. El is nevezzük, mint hogy a profik lennénk.
mögött, csodálatos. Ez pedig előtt. Így. Várjatok. Csodálatos. A background meg background. A fényekhez a brush tool-t használom. Itt azt kell megjegyezni, hogy amikor a mögöttem lévő, először a mögöttem lévő fényel kezdjük, viszonylag nagyra felveszünk, tehát tényleg ilyen túlzottan nagyra. És beállítunk egy ilyen képhez illő fényt. Hát ugye ez egy kékes tónusú kép, úgyhogy a fény az jól fog kinézni, hogyha pirosos lesz. Csak nem ennyire piros, nem ilyen sötét piros, hanem kicsit így mondjuk. És akkor ez a száz átlátszóság a 100%-on van, és akkor elkezdünk kattintani a karakter mögött. Így. Jó, ezek után megcsináljuk a fényforrásához a közelebbi pontokat, ugye ott az elméletileg világosabbnak kell lennie. Ezt úgy csináljuk, hogy itt is kiválasztjuk a pirosat, csak a fakóbb részét, vagyis hát kicsit ilyen, már narancssárgába megyünk át. Hát talán ez így jó. Itt lejjebb vesszük, felére, kb. És ott is így elkezdünk ide nyomkodni ide. Jó, majd ezek után ennek a layernek a stílusát átállítjuk screenre. És így jön létre ez a fény. Most megcsináljuk az előttem lévő fényt. Itt is nyugodtan az elején át lehet állítani screenre, hogy pontosan lássuk a végeredményt. Aztán megcsináljuk a sötétebb szint. Bár ide már lehet, hogy csak a világos kell, ez esetleg előfordulhat. Így van. Így. Ajaj, azaz sok. Akkor előveszek egy nagyobbat. Így. Ide még így lehet poénkodni egy kicsit, hogyha nagyon ilyen. De ez már szerintem túlzás, de ízlések is pofonok. Itt még lehet finomítani ott az arcnál, mert franc se tudja. Jó, egyezünk ki ebbe. Kicsit dárkosabb lett, mint az előző. Majd azután, de lehet, hogy a sorrend nem volt tökéletes, beállítjuk a karakternek a fényviszonyait, ami hogy esetleg jobban passzoljon a háttérhez. Most remélem láttátok, de ott volt, hogy Image Adjustment Level. És lehet kicsikét szórakozni vele. Így. Világos még az arcom. Ez pedig Adjustment Curves. Így már valamennyit javult a dolog, tehát ebből ez lett. Jó. Majd ezután, hogyha meg vagyunk elégedve az a fényekkel, meg úgy nagyjából így a dolgokkal, akkor fogjuk, és így egyesítjük ezeket a layereket. Úgyhogy Ctrl-E. És így szépen sorba. Ctrl-E. Ctrl-E. És egy layer csináltunk belőle. Ezután pedig Filter. Render. És Lens Flare. És így beállítjuk. Mondjuk én ide. De tényleg ide is lehet. Tettek mindegy, ha akarjátok. És itt lehet többféle Lens Flare közül válogatni. Nekem ez a legszimpatikusabb, ez a Mass Effect-es, nem is értem miért. Beletálltam az erősséget, ez kicsit sok. Mondjuk, mit tudom én. Az a baj, hogy olyan pici az előnézet, de meg legyen ez. Oké. Okay. És kész. Ennyi volna. Ezek után még annyit lehet finomítani, hogy az effekt, amit mondtam, hogy szépen ki kell vágni. Most ugrik a majom a vízbe, mert még nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni, ezt még nem próbáltam. Ez pedig úgy lehet, hogy Sharpen,
Smart Sharpen, vagy Sharpen More. És kipróbáljuk ezt, megnézzük mi lesz belőle. Ki tudunk-e hozni belőle valamit, de nem hiszem, hogy ezt fogjuk használni. Szóval ezzel is lehet dolgozni. Ez is egyfajta, mint lehet látni, kicsit ilyen Battlefield-es, már Battlefield-es. Ez. De van egy jobb, ami szerintem közelebb hozza a mozis hatáshoz, ez a Sharpen More. Ez itt. Ez egy egész kis laza effekt, tehát ennyi az egész. Élesebbé teszi a képet. És kész. És akkor még az időmilliómosok ezzel elszórakozhatnak nyugodtan, hogy ilyeneket raknak rá. Hát ennyi volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!